A jetski király kategóriájának fináléja volt a záró akkordja a háromnapos leveleki Európa-bajnoki és junior világbajnoki viadalnak. Ebben a kategóriában is magyar siker született, Cseke Zsoltot intette le elsőként a kockázzászló. Összesen 22 ország 114 sportolója mérettette meg magát, a magyar versenyzők azonban uralták az eseményt. 12 kategóriából 7 aranyérmet zsebeltek be a válogatott tagjai, a két héttel ezelőtti lengyelországi esemény eredményeit is idevéve pedig összesítésben is a hazai sportolók végeztek az első helyen. Magyarország jetskisei Európa legjobbjai, kijelenthetjük. A 12 kategóriából 5 aranyérem az magyar, és utánunk Észtország, Dánia, Svédország, de az a lényeg, hogy 5 aranyéremmel Európa legjobb jetskis nemzete a magyar, és a junior világbajnokságban szintén, ott pedig 2 aranyéremmel a két kategóriából. A két futamos EB sorozat alapján összetett aranyérmet vehetett át a nyíregyházi Jászai Csongor. A 14 éves versenyző győzni tudott emellett junior kategóriájában is, aki így nem csak Európa bajnoknak, hanem utánpótlás világbajnoknak is mondhatja magát. Nekem a pálya az igazából tetszett, a split az nagyon jó volt, hullámos és technikás, nekem azok a kedvenc körülményeim. A pálya többi része inkább nagy gázas volt, ott tovább tudtam tartani a gáznál, magasan sebességet tudtam közlekedni. Úgyhogy szerint nekem tetszett, volt benne pár izgalmasabb visszafordító, úgyhogy igazából ez egy nagyon jó hétvége volt számomra. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, a tavalyi évben levelek felkerült a nemzetközi jetski sporttérképére. Idén ismét nagyon színvonalas eseményen vehettek részt a versenyzők. Kelet-Magyarország jetskinak egy otthona lett, és azt lehet mondani, hogy Nyíregyháza levelekkel karöltve, mert ugye a szállás, a kiszolgáló létesítmények, ugye a szolgáltatások mind-mind nagyon szükségesek ahhoz, hogy 22, mert most jelenleg 22 ország érkezett egy pandémiát követő időszakban, ez óriási szám, és több mint 110 versenyzővel. Tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy óriási Európa-bajnoki futam, és hogyha az összetettet nézzük, akkor nagyon sok érmet hoztak el a magyarok is, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a 21. század sportágait is hozzuk hazánkba, hozzuk a városainkba. Az államtitkár hozzátette, a Magyar és a Nemzetközi Szövetség már tárgyal arról, hogy 2020 és 2021 után 2022-ben is a levelekre látogassanak Európa legjobb jetskisei.